Európa folyamatosan öregszik. Jelenleg az Unióban a lakosság több mint 20%-át a 65 évnél idősebb korosztály teszi ki. Ez a szám a jelentések szerint 2070-re 30% fölé fog húzni. Több európai ország tervezi a nyugdíjkorhatárok kitolását. Ha valaki olyan fizikai állapotban van, meg szellemi, tud még dolgozni, akkor dolgozzon. Magyarországon a nyugdíjkorhatár legutóbb 2022-ben emelkedett 65 évre, jelenleg nincs terítéken a további változtatás. Helytelen, jobb lenne, ha hagynák úgy, ahogy van. Nem eleget dolgozunk így is, és akkor még emelik. Onnan már csak a sír. Az utóbbi évtizedeket vizsgálva a modern egészségügynek köszönhetően az emberek tovább élnek, így a nyugdíjban töltött évek száma is emelkedik, ezzel együtt pedig a közkiadások is növekednek. 65 fölött az már teljesen kizsigerelt emberek, akkor azok már mit élveznek a nyugdíjból. Elmennek nyugdíjba egy-két év maximum, akkor utána semmit. Tehát kicsit jobban meg kellene beszélni ezt az idős korosztályt, aki eddig építette a dolgokat, ugye az vitte a hátán a nehézségeket. Fiatalokat kellene kicsit ösztönözni, hogy menjenek dolgozni, legyen, mert most a nyugdíjasoknak is szerintem egy olyan 60%-a még mindig dolgozik. Tehát ilyen szempontból nem nagyon, tehát úgymond nagyon mindegy, hogy 64 évesen megy, 65 évesen vagy 70 évesen. Annyi a különbség, hogyha csak dolgozik, már ebben a korban ugye rezsi, gyógyszerek, egyre drágábbak az élelmiszerek, egy nyugdíjból nem hiszem, hogy meg lehet élni. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet más néven OECD országaiban például az 1970-től 2020-ig tartó időszakban a nők várató nyugdíjban töltött éveinek száma 16-ról 24-re, a férfiaké 12-ről 19-re nőtt. A régi öregjeink azok nagyon jók voltak, mert ők már 50 évesen elmentek. Én is 65 évet betöltöttem, mikor nyugdíjba mehettem, pedig végig dolgoztam az életemet. Ma 70 éves vagyok, és mégsem dicsekedhetünk a marha nagy nyugdíjainkkal, mert a régieknek kevés van. A mostaniak meg, nem tudom, még mindig úgy van vele az ember, hogy akik vissza tudnak menni dolgozni, menjenek. Minden téren, akik úgy érzik, mert az, hogyha csak leblokkolunk, az nem lehet, hogy csak leblokkolunk, mert otthon az élet az olyan gyorsan le tud épülni, hogy csak mozgásban maradni. Úgyhogy nem tudom, hosszú, sok év az, nagyon-nagyon sok év a 70 évig a dolgozás. A nyugdíjas éveikben azonban sokan nem hagynak fel a munkával, a ház körüli teendők ellátása is teljes körű elfoglaltságot adhat. Én a mai napig aktívan teszem a dolgomat. Én otthon kertesházban, 600 öltelken, mindennel, tehát én reggel 4:30 kelek, és onnantól fogva én estig mocorgok, tehát nem lehet leblokkolni. Úgyhogy, hogy az ember addig, ameddig él, addig mozogjon, mert mozognunk kell, mert ha megállunk, akkor mindennek vége van. Csak pozitívan mindent is. De a 70 év azért egy kicsit sok. Nálunk is, meg még 65 is sok már. Jelenleg Magyarországon az jogosult öregségi nyugdíjra, aki a 65. életévét betöltötte, és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Mivel nem vagyok a korosztály érintettje, ezért is személyes tapasztalatom ebben nincsen. Szerintem lehet, hogy ez egy szükségszerű változás, ugye, amivel idősödik a társadalmunk, és hát nagyon sok fiatal ugye kivándorol külföldre dolgozni. Szerintem nem egy jó megoldás, de valószínűleg ugye kényszer hozza, és szükségszerű lesz. Igazából olyan nagyon szélsőséges véleményem erről nincsen, inkább csak próbálom objektíven látni a helyzetet. Az Európai Bizottság jelentése szerint a munkaképes korú népesség 50 év alatt 18%-kal fog csökkenni az Unióban.